Valóban van két Európai Uniós pályázat, ami átível le a határokon és bennünket is érint. Mi örülünk annak, hogy ennek részesei lehetünk. Ugye van egy megtapasztalásunk. 98 és 2001-ben átéltük a tiszai árvizeket, ami arra mutatott rá, hogy a civileknek nagyon nagy szolgálata van és felelőssége van az a katasztrófa védelemben. Akkor az egyház, a derceni gyülekezet kezdeményezésével ebben elkezdett fejlődni, és ezek a pályázatok, amelyekben részt veszünk, ebben segít nekünk, hogy tovább fejlődjünk, tovább tanuljunk, és egyre inkább azt látjuk, hogy a világ is változik, tehát akár a klímaváltozástól, akár az időjárás változása mennyire befolyásolja az életünket, és szükséges, hogy a civil társadalom, ami Kárpátalján elsősorban a történelmi egyházak által megszólítható, részt vegyen ebben, bekapcsolódjon, és eljusson az az információ, amire szükség van minél több emberhez. Kárpátalja gyakorlatilag a folyók medrében van, és a Kárpátai Református Egyháznak 108 gyülekezete is így helyezkedik el. Tehát ezek a gyülekezetek presbitériumaival, önkénteseivel, mindig egy bevetésre kész csapat is, de legalább az elvárásunk, vagy az a szándékunk, hogy tudják, hogy kinek hol a helye, és mit tehet azért, hogy megelőzze a bajt, ha baj van, akkor hogyan segíthet, úgyhogy a hivatásosoknak nem zavar, de ott van mellettük, és amikor szükség van rájuk, akkor tudnak tenni. Mindegyiket láttam, vagy építettük, és mindegyik vannak a Tisza árterében is olyan hullámterek, ahol 4-5 kilométerre van a meder. És... Én nagyon örülök ennek a képzésnek, mert a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság megalakulása óta, ami 2005-ben volt, ugye közvetlenül a tiszai árvizek után, 98-2001 és árvizek után, tehát folyamatosan igyekeztünk különböző képzéseket igénybe venni, segítséget igénybe venni magyar testvéreinktől, tűzoltóktól, tűzoltó szervezetektől, és nagyon örülünk ennek a képzésnek, hogy most létrejött, és különösen az árvízzel kapcsolatos helyzetek megoldására van kiélezve az egész, mert úgy gondolom, hogy ezen a téren nekünk azért elég kevés tapasztalatunk van. 2013-ban nagy-nagy szeretettel és odaadással mentünk segíteni a derceni tűzoltóság magyar bajba jutott testvéreinek Tajtót faluba és térségébe a Dunai árvízkor. Együttműködtünk az ottani katasztrófavédelmi egységekkel, 9 emberrel és 4 szivattyúval, de folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy képzetlenek vagyunk ezen a téren, nincs annyi tapasztalatunk, és szükségünk van arra, hogy elmélyítsük a gyakorlat és az elméleti tapasztalatokat is. Hál' Istennek gyakorlati tapasztalatok mostanában nem kellettek, vagy nem fordult elő olyan helyzet, hogy gyakorlatban ezt tudtuk volna kamatoztatni, de amennyiben szükség lesz rá, szeretnénk felkészülten odaállni és segíteni minél hatékonyabban és minél több emberen, minél több lehetőséget megragadva, ahogy erre alkalmunk lesz.